Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Egy nagyon jó hírről kaptam információt, mégpedig, hogy Végvári Beatrix a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium művész tanára ebben az esztendőben átvette a Németh László díjat. Erről fogunk beszélgetni, hiszen ez egy nagyon komoly és rangos szakmai elismerés. Azoknak az általános iskolai, szakiskolai, középiskolai oktató-nevelő munkát végző pedagógusoknak adományozható, akik a gyermekek harmonikus személyiségformálásában húzamosan kiemelkedő munkát végeznek, így szól a szöveg. Nos, hát szeretettel köszöntelek, szervusz, Bea. Az, hogy viszont miként jutottál el eddig, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy egy csomó képzőművészeti társaságának tagja vagy, és számtalan kiállításod volt, ahhoz tudnunk kell az indítatást. Kezdjük az elején. Mennyire volt tudatos a hivatásválasztásod? Tehát gyermekkorodban már nyilván rajzoltál, hiszen egy tehetség nagyon korán megmutatkozik. Igazán tényleg korán kezdődött, mert egy nagyon erős vizuális élményem van gyerekkoromból, Schönherr Zoltán utca, a rövid, nem szabályos körfolyosó, de arra emlékeztető kis gang, két fa között lebegő fehér nemű lepedő, ki tudja mi volt, de csak maga a textileknek a mozgása is, akkor állítólag ez a sztori, édesanyám azért emlékezett rá, én nem, ez a sztori, hogy én azt mentem és lerajzoltam. Nem kis kacsát, nem mást, hanem egy ilyen dolgot, hogy a textilek mozognak a levegőbe, tehát ilyen 5-6 évesen rajzoltam én ezt a látványt meg, ami szerintem milyen korú gyerektől nem biztos, hogy elsődleges élmény, hiszen azért szabályosan ugyanúgy, mint más gyerek, rengeteget játszottam, és kifejezetten társaságkedvelő kisgyerek voltam, és pont ezért érdekes talán, hogy rákérdeztél a gyerekkorra, mert ha a pedagógia iránt érdeklődés, hogy mikor kerülhetett elő, vagy bújt elő, meg tűnt el, mert ugye az ember 18 éves korában nem tanárnak képzeli el magát, ez nagyon ritka véleményem szerint, hogy kisgyerekként ilyen pokróc anyuka voltam szerintem, mert a kisebb gyerekekkel is én nagyon szívesen játszottam, tehát nem feltétlenül csak a saját életkoromnak, évfolyamtársaimnak, osztálytársaimnak a társaságát kerestem, hanem kisebbekkel is. Hát szerintem az, hogy én vittem a pokrócot, és akkor én voltam ott ezek szerint a program felelős, csak erre tudok gondolni, tényleg ilyesmi történt, és sokat voltam nagyobb társaságban gyerekkoromban, az az időszak volt, ami... De ez fontos volt az általános iskola abban az értelemben, hogy a rajzkészséged fejlődött kellő módon? Tehát ezt észrevették a tanárok? Nem én voltam a kedvenc. Nem én voltam a kedvenc, mert nem minden esetben tetszett a téma. Tehát az embernek, ha volt már olyankor elképzelése, akkor... Nagyon divat volt akkoriban ilyen aranyos kis babaszerű figurákat rajzolni gyerekként, megfelelő nyakkendőkben, és hát ez nem feltétlenül tetszett, és pont egy nagyon csúnya dolog, szégyellem is, de megtörtént, hogy a téma nem tetszett, és akkor egy fintor, ki tudja, hogy még mi volt ott még mellette, de nem tetszett a tanárnőnek, és... Tehát nem tetszett, maradjunk ennyiben. Nem tetszett, négyes kaptam, amikor ugye továbbtanulás van nyolcadikban, és nem mindegy, hogy van az embernek egy négyese, vagy nincs egy négyese. És igen, akkor rajzból négyesen volt, de semmi nem történt, mert utána a megyei rajzversenyt simán megnyertem. Igen, hát ezt de az a koloritnak a gyárlátogatása nyomán az élmény, tehát sajnálom, hogy már... Csak így jönnek vizuálisan be a képek, világos. Hogy mi volt viszont az épület. Az általános iskolában, tehát azért az alapok azokat persze megkaptad, és a középiskolában már eldőlt az, hogy hiszen az imént azt mondtad, hogy természetesen 18 évesen még nem tudja a lány, hogy mit szeretne lenni, de azért nálad ez már bejött, hiszen azért a középiskolában már egyre szintet léptél. A középiskolában két lehetőség volt a telekibe, vagy varrunk, vagy műszaki rajzra készülünk. Hát
var az ember, egyértelmű, hogy inkább öreghegyi művelődési házba jártunk kivarni, úgyhogy igazán rajzóra nem volt. A középiskolás évek alatt volt a Fehérváron annyi lehetőség, ahol az ember képezhette magát, meg magától otthon is szívesen végzett. Én kerámikus Márki Béla bácsinál kezdtem el dolgozni. A mostani Szent István művelődési háznak a pincéjében volt egy kis műhely. Nem is túl fiatal, középkorú, idősebb hölgyek nagyon szép dísztárgyakat készítettek. Béla bácsi mellett volt talán még egy 30-40 centi kis hely az asztal mellett, és akkor ott nyomkodtam az agyagot. Elég sok kerámia tárgy készült. Egy kis dobozka kivételével nem voltam már megelégedve a minőségűekkel, úgyhogy ilyen selejtezésekkor már nincsenek meg, de egy dobozkát még megtartottam, egy kis minaretek vannak körbe rajzolva rajta, és a dobozka tetején egy ilyen fezes, sapkás férfi fej van, és az úgy akkor éppen ezek szerint az érdekelt. De tehát az volt, minden volt, érdekelt. Tehát ő volt a Gyula bácsi az első mestered, ha igen, tetszik. Igen, igen. De igen. Mikor világlott ki, hogy mégiscsak a képzőművészet a tiéd, mármint a festészet, grafika és így tovább? Amikor Márki Béla bácsi műhelye megszűnt, akkor jött az Újházi Péterféle rajzszakkör, és ott azért az ember nagyon sokat kapott. Nem azért, mert Péter olyan fantasztikus pedagógus lett volna. Jó művész volt, tisztelhető, szerethető, az ember fölnézett rá. Igen, ez nagyon fontos volt egy ilyen típusú alkotóval, aki nagyon keményen... Nem jó, még dolgozol rajta, majd még 8 órát dolgozol rajta, majd akkor jövök, és akkor majd korrigálok. Ez még semmi. Tehát szigorú volt a Mit Péter. Mit lehetett megtanulni tőle? Az, amikor az ember eldöntötte, hogy művészeti egyetemre jelentkezik, és Fehérváron ugye az embernek nincs annyi információja az elvárásokról. Akkoriban azért Pécsen, Pesten, Szegeden már volt művészeti szakközépiskola, tehát az összes később az évfolyamtársai mindonnan voltak. Kecskeméti vagy kalocsai kolléganő volt, aki vidékiként szintén csak így gimnáziumból került az egyetemre. Tehát Ballagó Imre bácsi rajzszakköre, tehát volt itt élet, voltak kiállítások, tehát hogy igazán mi erősített meg, a Kowalowski-Kovács Péter féle kiállításvonal, az erősített meg, minden kiállításon ott volt az ember, fantasztikus dolgokat látott, nem kellett, nyitva volt a világra az embernek a szeme Fehérváron, hiszen itt volt minden, és ez ma a neten keresgél az ember jobban, de igen. Azt hiszem, hogy a Mártáik, meg az a társaság, ami tényleg a ifiházban volt, az akkor ifiházban, Újházi Péter szakkörében. Ma mindenki kedves ismerős, jó kollega, akik annak idején ott voltunk. Ketten voltunk lánykák, akik ugye nem a picit idősebb férfi kollégákat jelentették, Szabó Noémi, aki később kerámikus lett, és most külföldön él, és én is. Mi voltunk egyébként a legjobban, tudatosan egyetemre készülök, hogy igenis azt a tanulmányrajzot addig kell nyaggatni, míg el nem érjük azt a szuper minőséget, hogy az ember belépést nyerjen a Szent Nagy épületbe. Milyen impulzusok értek az egyetemen? Hiszen ez egy óriási lépcső, és megadja az alapokat nyilván, és ráadásul mindenki a saját egyéniségének megfelelően fejlődhet. Ha igazán tehetséges, már pedig te az voltál. Én sokáig nagyon nem tudtam, hogy melyik szak igazán. Úgyhogy többször festőszak is képbe volt, és eredetileg, ha magamat most be kéne sorolni, akkor grafikusként is kilógok a sorból, mert a kolorizmus, az, tehát a szín nélkül nekem nem élet az élet, és muszáj használnom. Tudom, hogy ezáltal az ember néha nem is a fősodor irányba, hanem sok-sok művészettörténész ítész szemében nem feltétlenül grafikus dolog a szín, de ragaszkodom ehhez pont azért, mert az ember hitelesnek érzi, amit csinál, akkor az úgy jó, aztán a többit majd eldönti a sors, hogy most mennyire fontos, vagy nem. De igen, tervezőgrafikán végeztem. Ennek az az előzménye ennek a tervezőgrafikának, hogy
18 évesen én csak elkezdtem fölkészülni a Művészeti Egyetemre, megtanulni azokat az alapdolgokat, azokat az anatómiai, emberábrázolási készségeket, amik kellettek ahhoz, hogy a selejtezést, csak így lehet mondani, a legkönnyebben el tudják végezni az otthoni mesterek, hiszen csak a rajztudás alapján lehet legobjektívebben dönteni, hogy A vagy B diák kerüljön be az egyetemre, és azért nagy volt a tolongás, nem annyi képzési lehetőség volt, mint manapság, sokkal kevesebb volt a hely, és én moziüzemben festettem óriás plakátokat, imádtam őket, Petőfinek, Köztársaságnak, Dunai Városinak, Móri Mozinak, élvezetes volt, és ugye ez is festészet. Hogy? Mi pedig rohantunk a moziba. Igen. Tehát kik egy nagyon voltak erős... a mestereid? Kik voltak azok, akikre így szívesen visszaemlékezel ma is? Én, ha azt kérdezik, hogy ki volt a mesterem, Balagó Imre bácsinak nagyon sokat köszönhetek, mert ő mondta, hogy Bea, tessék elmenni Pestre rajzolni. És az egyetem előtt én följártam Pestre rajzolni, 2 évembe telt ez a történet, hogy ott lesz az a fajta kihívás, elvárás a társaknak a teljesítményét látva, hogy mit kell produkálni, mit kell elérni, hogy akkor teljesen tisztába kerülök a helyzettel is, valóban ez kellett is, tehát neki ezt én nagyon köszönöm, mert ugye az ember jól el volt, tette a dolgát, rajzolt, kiállításokra járt, élte a mindennapjait. Az elkísér egyébként ma is? Imre az bácsi? Egyetemi évek után, tehát a diplomaszerzés utáni időszak az rendkívül fontos. Tehát az egyetemi évek elkísértek az első időszakban? Nagyon érdekes, mert az egyetemen is kiderült, hogy tervezőgrafikus vagyok, de sokszor belátogattam festőműtermekbe. És ha éppen ott volt lehetőség, és megengedte a mester, akkor ott rajzoltam. Baráti közösséget a képgrafikusok között találtam. Így természetesen nyitott voltam, érdeklődő, az a fajta diák, aki bent van és dolgozik. Kétfajta diák van, aki másút van, meg más, aki kihasználja a műhely lehetőségeket, és igazán a képgrafikát és a tervezőgrafikai dolgokat párhuzamosan készítettem munkákat. Zelená Krescencia volt a mesterünk, Olá György, igazán Kocsis Imre volt a képgrafikán, akinek én azt mondom, hogy még köszönhetek valamit, de a legtöbbet a felettem járói folyam, illetve műteremtársaimnak, akivel egy műteremben voltam. Összehozott a sors egy olyan csapattal, és nem is a saját évfolyamom, hanem fölöttem 1 és 2 évvel, akik... Ha most így körbenézek körülöttem, hogy ők hol vannak, mindegyikben volt egyfajta pedagógiai véna. Mindegyik érdekes módon, hol egyetemen, ketten egyetemi tanárként dolgoznak, egy középiskolába, egy másik szintén művészeti középiskolába tanított. Tehát olyan típusú emberek voltak, akik megosztották a tudást, és ennek a megosztásnak ott szembe a cukrászda volt a helyszíne, egy kávé mellett rengeteg szakmai dolog előkerült. A műhely munka kapcsán az apró dolgok, ugye, ellesése, ezek sokkal fontosabbak volt, mint maga a mester, hiszen a mester bejött, körbenézett, korrigált, de a napi 8-10 órában együtt lenni olyan emberekkel, akik nyitottak, és a saját problémájukról is beszéltek, de az én problémám, mindenkinek persze más volt a feladata, meg az, hogy mind a két szakot párhuzamosan csináltam, képgrafikai munkákat, meg tervezőt is, az igazán így a közösségbe adott nekem sokat. Mondhatjuk azt, hogy felvértezve jöttél haza? Mi fogadott itthon egyébként? A kollektív műterem, ahova leszerettem volna ülni egy fotelba. Ebbe a fotelbe, hölgyem, nem ül, illetve nem is tudom, hogy szólított meg. Bodor Aladár volt ott, azt hiszem, hogy Áron Nagy Lajosnak a széke volt. Természetesen nem ültem le. Azt hiszem, hogy egy kiállítás megnyitóhoz kapcsolódó beadás volt, amikor először így a kollektív műterembe jártam, és művet kellett leadni. Ez volt az első élmény, hogy ott Áron Nagy Lajos széke is. Hát persze Áron Nagy Lajosnak én nagyon kedveltem a munkáit már annó
az övét is. Tehát nagyon sok művész kedveltem, de Áron Nagy Lajos is közöttük volt persze, és így tiszteltem is őt. Melyik volt az az első pillanat, amikor úgy kimondhattad, hogy megérkeztem? Haza? Megérkeztem, mármint a művészek társaságába, hiszen nyilván Székesfehérváron előtte is itthon voltál, de a művészek társaság az kicsit más mindig. Nem tudom, mikor alapultunk, de egy legutóbbi lakás rumlizáskor azt hiszem, hogy megtaláltam az alapítók belépő nyilatkozatát, félre van téve biztonságban egy fiókba, majd a legközelebbi pakoláskor azt hiszem, hogy leviszem a hivatalos dokumentumok közé, az úgy még nálam maradt. Hát nem is tudom, Péntek Imrék féle, Csilláék féle Pelikán galéria. Az adott igazán erős indulást. Sok kiállítást csináltunk. Nagyon sokat, szerintem többet, mint ma, rendszeresen. Megnéztem, idestova 30 esztendeje, hogy az első kiállításod meg volt, 1991-et írtunk, de előtte már a Smohai Alapítvány ösztöndíja tiéd lett. Igen. Ez egy folyamatos fejlődés lehetett, hiszen a művészeti tagságokról beszéltünk, de hát a Magyar Alkotó Művészek Országos Egyesületének, a Grafikus Művészeknek, illetve a Képző és Iparművészek Egyesületének is tagja vagy. És ami a fontos, hogy a Székesfehérvári Művészek Társasága, amikor megalakult, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tettetek azért, hogy, mert azért mi Áron Nagy Lajostól, Ballagó Imrétől indultunk, igen, értelemszerűen, de nagyon sokat tettetek azért, hogy azok a fiatal tehetségek veled együtt értelemszerűen teret nyerjenek. És a Művészek Társasága ezért volt fontos. Te hogy élted meg a Művészek Társasága tagságot? Hiszen látjuk most is Pelikán Galéria, az összes többi galériában, hogy remek kiállítások vannak. Én csak arra emlékszem, hogy nagyon aktívak voltunk, rengeteg kiállítást csináltunk, nagyon, nagyon pörgött, hétköznaponként is, én úgy emlékszem, többször bebenéztünk a galériába, és csak úgy jövetmenet, valakivel mindig össze lehetett futni. Azt hiszem, hogy az első jó pár év volt nagyon-nagyon aktív, talán 10 évet is kitartott ez az időszak, amikor úgy mindenki a közösséget is jobban érezte. Ma már kevésbé, és már egy picit talán saját utak fontosabbak. 10 év lehetett az, azt hiszem, amikor ez így nagyon-nagyon domináns volt. Ugye 1991-ben volt az egyéni kiállításod, az első Barcsai Terem Budapest, és bejártad az országot és külföldet is. Remek kiállítások, csoportos kiállításon, én itt legalább 30-40-et számoltam össze, a biennálékon általában résztvevő voltál. Mennyit változott a stílusod ez idő alatt? Hiszen képgrafika, akvarelfestészet, ez igen, mind megvolt, szerigráfia alap, dombornyomású, linómetszetek, tehát nagyon sok mindent csináltál. Most hozzáteszem, papír munkákat is csináltam, papírművészet is egy izgalmas világ. A nemezeléshez hasonló módszer, csak cellulózzal lehet dolgozni, színekkel. Egy nagyon izgalmas időszak volt. Azzal is az ember szembe találkozik egy lehetőséggel, Móron volt művésztelep, rögtön ki kell próbálni, csinálni kell, meg lehet találni benne az izgalmat, a kihívást, és meglepő módon a mai napig is azt hittem, hogy nem lesznek időtállóak azok a munkáim, de hibátlan jó állagban vannak, hiszen egy műtárnak azért a nem is az örökkévalónak, de az ember úgy gondolná, hogy jó, ha sokáig. Ezek a nagy kiállítások nyilván egy külön lépcsőt jelentettek, de külföld, hiszen nézzük, Párizsban várnak Rakkó, Jelena Góra. Ja, ezek azért egyszerű dolgok, mert csak el kell sétálni a postahivatalig, és föladni a munkát. Tehát a grafikának van azért egy előnye, hogy nagyméretű csövekben azért könnyen vitte a posta a grafikákat. De olyannak kell lennie a képnek, hogy ezt meg is utána hívják. A zsűrinek, persze a zsűrinek azért azt el kell fogadni. Igen, én szeretem a megmérettetést. Vannak kollégáim, akik nem szívesen adnak be nagy válogatós nemzetközi vagy olyan országos kiállításokra, ami a zsűritől függ. De minden zsűrinek van személyes preferenciája, vannak trendek, vannak éppen érdekes dolgok, joguk van hozzá, és
hiszen nem lehet mindig ugyanazokat az embereket se kiállítani. És számtalan helyre visszatértél. Tehát az egyiptomi, a nemzetközi biennálén ott vagy folyamatosan, aztán ott vagy a Székelyföldén. Igen, én ennek külön örülök, szerintem. Hiszen 2015-ben láthattam Sepsiszentgyörgyön. A Csiki verstáborban voltunk, nagyon és ellátogattunk örülök. Oda is. És hát ezen, emellett pedig azért ott van még a Pilzeni, ahova szintén visszatérsz. Ez megerősítést jelent? Egy művésznek? Inkább azt mondom, hogy egy kicsit az ember úgy érzi, hogy nincs itt Fehérváron, mert azért, ha a kollégáimat is nézem, pedagógus kollégáimat, akik Pestről járnak, azért van egy ilyen, hogy ez vidék, az pedig Budapest. Az ember, ha különböző kiállításokra bead, akkor nem csak a saját berkeim belül ismerik meg, fogadják el a munkáját, hanem akkor kiderül, hogy egy nagyon széles merítésbe hasonlóan gondolkodó emberek értik, érzik az embernek a munkáját. Tehát bárhol. De ezek nagyon komoly kihívások, igen. Nyilván. Jöjjünk haza. Tóparti Gimnázium. Én azt gondolom, hogy egy pedagógus számára rendkívül fontos az alap, amit te megkaptál, tehát a művészi léten túl tanítani, az az egyik legnagyobb dolog. Milyen a Tóparti Gimnáziumban, hiszen mi látjuk szintén, a kollégáimmal együtt gyakorta van olyan kiállítás, ahol látjuk, hogy rendkívül tehetségek vannak ma is, és ezeket a tehetségeket pedig gondozni kell. Most megfelelő művésztanárok nélkül a tehetség mit sem ér, mondom én. Mennyit kellett változnod, és hogy megy ez a Tópartiban? Kicsit kell változnom, nem sokat, kicsit kell változnom. Én úgy gondolom, amikor úgy elkezdtem, akkor azt mondtam, hogy a legfontosabb ebben az esetben az, hogy itt vannak ezek a gyerekek, és ne kelljen olyan hosszú, nehéz utat bejárni, mint nekem. Ugye, hogy az embernek nincs információja. Az ember nem csak a saját szakmámban, textilben, kerámiában ugyanúgy figyelem a kortárs eseményeket, és nem csak a középiskolák teljesítményét, hanem a művészi élet irányait mindenféle irányban, hiszen azokat a diákokat, akiket mi tanítunk, azokat nem a mai pillanatnak, hanem a következő éveknek, és azért persze vannak változások, és nagyon sok a profi művészlétben azért nagyon sok változás van, és erre minden pillanatban ott hátul egy picit gondolni kell, hogy ők hova fognak kilépni, mert ők azért ugyanazzal az álommal én szeretek dolgozni, én szeretem ezt csinálni, milyen izgalmas a dolog, mennyire bele lehet feledkezni, mi minden születik az ember keze alatt, ezek nekik is megvannak ez az élmények, de hogy utána mi lesz, az arra csak mi gondolunk egyelőre, tanárok, és erre készítjük őket föl őket. Úgyhogy ne menjen el a kedvük. Ez a legfontosabb mondat, nagyon egyszerű mondat, és lehetne patetikusabb az ember, de azt mondom, hogy ne menjen el a diáknak a kedve, mert 14 évesen azért egy álmodozó gyermek, aki belép az ajtón. Szakmailag is fel kell készíteni, de közben az álmokat sem szabad teljesen ugye licsipegetni, itt-ott-tam-ott, és ez így elég nehéz munka, mert minden gyerekhez teljesen egyénileg kell alkalmazkodni, és én ráadásul az a típusú tanár vagyok, és most pedagógus napkor meg is köszönték a gyerekek, minden kollega kapott egy-egy osztálytól egy pár kedves sort, hogy miért szeretik, és azt a tanár, természetesen mindenki a kedvencet választotta, vagy aki jutott, nem is tudom, hogy osztották föl egymás között, hogy diákonként képes vagyok egyszerre 10 feladattal foglalkozni, mert ha valahol egy icipici kis dolog megcsillan, akkor nyugodtan eltérünk. Az ember szakmailag annyira felkészült, hogy tudja, hogy abból mennyit fog kapni a diák, és nem kell mindig mindenkinek csak azt az egyet, és csak egy úton járni, ami így ugye 10-11 diák kapcsán azért annyit jelent, hogy sokfele, és felkészítésben, háttérinformációban, érzelmi plusz hozzátételében ez elég sok, tehát elég aktív. Nem az, amikor azt mondják, hogy rajzolgatnak a gyerekek, ez azért sokkal több összetettebb munka, de hiszen megéri. Hiszen jövőképet is adtok, és azt hiszem ez bizalmi kérdés is mindenképpen. Igen.
Ha már a bizalmi kérdésről beszéltünk, milyen gondolatokkal fogadtad, hiszen ez is bizalmi elven működik. Egy rangos elismerés odaítélése az nagyon hosszú előkészítő munka. Te hogy fogadtad, mikor megjött, hogy Németh László díj? Hogy is volt? Igen, előző évben egy előkészített anyagot kaptam egy aláírásra, hogy csak írd alá. Mondom, aláírok én mindent, rengeteg papírt kell aláírni, és úgy nem volt egyértelmű, hogy miről van szó, nem is figyeltem föl annyira, elsikkadt később, teljesen váratlanul ért egy e-mail, hogy kaptam ezt a díjat, úgyhogy meglepődtem rajta. Jó, hát ha utána végig gondoltam, nem alaptalanul kapta az ember, mert tényleg több évi munka van ez mögött, és hiteles pedagógiai munka, csak annyit tudok mondani, soha nem kerültem ki egy feladatot sem a gyerekekért, amit lehetett az ember megtett. Én az intézményemet is nagyon szeretem, nagyon, mint ahogy a városomat is szeretem, tehát én eléggé kötődő ember vagyok, nem vágyom másfele, nem is vágynám más iskolába, elég gyakran ugyan vizsgák kapcsán az ember betekint más intézmények oktatási rendszerébe, meg az ottani diákok, meg tanárok módszertanába, sok ilyen szakmai program versenyek kapcsán, az úgy nagyon jó, de nem hagyom el a tópartit. Helyes, hiszen a lokálpatrióta szív így dobban, azt igen, nagyon is jól tudjuk. Ja, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és mégis mi is mindannyiunk nevében gratulálok ehhez az elismeréshez, és köszönjük, hogy vagy a tópartis giákok nevében is. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták vendégem, Végvári Beatrix, a Tóparti Gimnáziumi és Művészeti Szakgimnázium Németh László díjas művésztanára volt. Maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!